Támogatási aláírás Terézváros lenti testvérvárosában. 6. kerületi lakossági számítástechnikai tanfolyam zár. A Terézénó és a Tegosz közös zeneterápiás programja. Alapítványi bál a 6. kerületi Derkovics Gyula általános iskolában. Terézvárosiak napja 6.-6-án a Hunyadi téren. Gyermekhét a 6. kerületi Bajza utcai általános iskolában. Zsófi néni 90 éves lett. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenés műsora a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Terézváros évek óta jó kapcsolatot ápol testvérvárosaival. Ez alkalommal Lentiből érkeztek vendégek. Ipacs Bence, a Lenti Szent Mihály templomának plébánosa, Kaszás Csaba Rihárd káplán és Héra József, Lenti városának önkormányzati képviselője, hogy személyesen is megköszönjék azt az anyagi támogatást, amelyet Terézváros önkormányzata nyújtott a több mint 320 esztendős Szent Mihály templom külső állag megóvásához. A látogatás alkalmával Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere és Ipacs Bence kézjegyével látta el a 850 ezer forintról szóló támogatási szerződést. Április 26-án a testület más egyházi támogatásokról is döntést hozott. Az önkormányzat 5 millió 500 ezer forinttal járul hozzá a Terézvárosi Szent Család plébánia templom közösségi termének tetőjavításához. 22 millió forinttal pedig az avilai Nagy Szent Teréz templom falait károsító vizesedés megszüntetéséhez. 5 millió forintos önkormányzati segítséggel újulhat meg az Egységes Izraelita Szövetség Vasvári Pál utcai zsinagógája, illetve a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség a Dezsőfi utcai zsinagógájának fűtéskorszerűsítéséhez kért és kapott 500 ezer forintos támogatást. Sosem késő elkezdeni. Ezt bizonyítják a lakossági tanfolyamok, amelyeket a Terézvárosi Önkormányzat indított a kerület lakói számára, és a magas létszám, amely ezeket a programokat mindig jellemzi. Ebben a fél évben véget ért a felnőtt képzés, amelyen hetente 2-3 órában sajátították el a számítástechnika fortéjait a jelentkezők. Stábunk elsősorban az iránt érdeklődött, hogy ki miért jelentkezett, és milyen tapasztalatokat szerzett a képzésen. Itt vagyunk a Bajza utca általános iskolában, számítástechnikai tanfolyam, záró óra. Sajnos a meglepetésről lemaradtunk, de Gabonit megkérdezzük, hogy milyen is volt ez az idei turnus, és mi is volt ez a meglepetés. Hát az idei turnus is nagyon jó volt. Március vége óta minden héten két alkalommal találkozunk, és ez hát 3 óra. Ez mindenkinek elég kemény, és megerőltető is, de annyira jó csoporton van, és olyan jól veszik ezeket a dolgokat, hogy olyan könnyedén telik ez az egész nap. És természetesen a záráskor egy kis édes meglepetéssel köszöntem meg nekik ezt az együttlétet. Pontosabban mi is volt az az édes meglepetés? Hát az édes meglepetés egy nagyon finom torta és gyümölcsös sütemény volt. Nekünk is valóban nagyon nagy meglepetés volt, és hát ha már nálam van a szó, akkor engedjék meg, hogy egy néhány mondatba az önkormányzatnak megköszönjem, nem csak a magam nevébe, hanem az összes felnőtt, most így mondom, felnőtt különböző tanfolyamoknak a nevében azt, hogy ide járhatunk, és az önkormányzat ilyen odaadóan és ilyen figyelmesen gondol, hogy az idősödő, de fiatalodó az órákon generációnak is, hát jusson meglepetés, jusson sok-sok apró kis öröm, amit felvált majd az élet során. Miért tetszett úgy dönteni, amikor betetszett iratkozni erre a tanfolyamra, hogy erre szüksége van? Hát azért iratkoztam be, mert egyrészt tudtam, hogy a Bajza utcai iskolában a tanárok kiemelkedő magas színvonalon tanítják a diákokat is, és az idős diákot, az öreg diákokat is,
és hát főleg megmondom őszintén, hogy hát a Gabikáról hallottam a legtöbbet, a gyerekektől. Kérdezték a gyerekek, hova megy a néni? Mondom, ide megyek számítástechnikára, Gabi nénihez? Mondom, igen. Azt mondták a gyerekek, tudom a nevüket is, imádjuk a Gabi nénit, mi is imádjuk. Na most azért iratkoztam plusz be, hogy ez már csak tényleg a magánéletemből egy apró kis darab, hogy az én gyermekem nagyon magas szinten üzi a számítógép, illetve a számítástechnikát, de kérdezni nem tudok tőle, mert ugye a rohanó világban a fiataloknak nincs semmire ideje, de bezzeg a Gabikának mindenre van rendkívül ideje, hosszú ideje, nagy-nagy türelme, mert azért mi hozzánk türelem kell, mert sajnos már nem úgy vagyunk, mint ezelőtt 20-30-40 évvel, hogy egyszer halljuk, és azon megjegyezzük, hát nem tudjuk. Na most, hogyha az idős nagymamák meg a szülők is ugye a gyerekekkel hát leveleznek külföldön, itt, ott, amott, hát bizony büszkék vagyunk arra, hogy mi tudjuk kezelni az internetet, tudunk egy kicsit e-mailezni, és hát ezt mind az önkormányzatnak, és hát az itteni tanároknak köszönhető, és nem beszélve arról, hogy jó kis társaságok jönnek össze, a tanfolyam után is tartjuk egymással a kapcsolatot helyen közel, és hát megmondom őszintén, hogy most ez nagyon, nagyon hirtelen jött, hogy vége lett, nem baj, de várjuk a következő tanfolyamot, és én bízom benne, hogy az önkormányzat továbbra is odafigyel ránk, és megengedi nekünk, és megteremti ezt a lehetőséget, hogy itt lehessünk, és ugyanez vonatkozik a nyelvi tanfolyamokra is, amit szintén az önkormányzatnak nagyon köszönünk. Ez a 30 óra tulajdonképpen ez egy elég sok, tehát hogyha az iskolai tanévet veszük, a gyerekekkel egy tanév alatt 36 óránk van. Tehát a 30 óra az eléggé átfogó képet tud adni az informatikáról. Tehát most speciálisan csak szövegszerkesztéssel foglalkozunk. A szövegszerkesztésbe beletartoznak az ábrák is, tehát azért nézzük most ezeket az ábrákat, ez egy összefoglaló óra. Elég sok mindent át tudtunk venni, tehát a szövegszerkesztés alapjait azt teljesen át tudtuk venni. Tehát az, hogy egy dokumentumot hogyan kell beadni, hogyan kell megformázni, ezt tudják. Közös zeneterápiás foglalkozást tartottak május 15-én a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és a Terézvárosi Gondozószolgálat ellátottjai. A házigazda ez alkalommal a Terézénó volt, viszonozva az idősek klubjának tavaly őszi gesztusát, amikor is közös egészség és sportnapon látták vendégül az intézmény gondozottjait. A két részből álló programot a skót és magyar népzene avatott képviselője, Turáni Csongor, a Méz együttes alapítója vezette, aki a Terézénóban 2018. januárjától rendszeresen tart zeneterápiás foglalkozásokat. A mostani eseményre népdalokkal és az idősebb korosztály körében ismert és szeretett slágerekkel készült. Választása teli találatnak bizonyult a Terézénó, és a Tegosz alkalmi kórusának tagjai széles mosolyjal az arcukon épp oly örömmel énekelték Vangelis és Kovács Kati slágereit, mint az Omega együttes legendás Gyöngyhajú lány című dalát. A mai önkormányzati percek vendége lesz Kecskés Andrea, a Terézénó intézményvezetője, valamint Smolcné Havas Pálma, a Tegosz intézményvezetője. Egy este, amikor még az iskola népszerű portása, Görgényi Balázs újra felveszi a lakcipőt, és tehetségét megcsillogtatva dalra fakad. Ez a 6. kerületi Derkovics Gyula általános iskolai bál, ahol az idén egy vérbeli csacsacsával kezdték el az ünnepet. 10 hetet készültek a fellépők a közös produkcióra, de megérte, mert a várva várt siker sem maradt el. A szokásokhoz híven volt zene, tánc, közös vacsora és tombolahúzás. Az eseményre szeretettel várták az iskola volt és jelenlegi tanárait és a szülőket. Forgatócsoportunk egy hangulati körképet készített az alapítványi bálról.
Derkovics Gyula Általános Iskola, 21. Derkóbál, régi igazgatóasszony, jelenlegi igazgatóasszony, és remélhetőleg az új igazgatóasszony. Milyen volt a régi Derkóbál? Honnan indult? A legelső 1995-ben volt. Akkor úgy jött egy ötlet, hogy az alapítvány részére szeretnénk egy kicsit bevételt szerezni, és akkor megszerveztünk egy ilyen bált a szülők és a pedagógusok részvételével. A szülők és a pedagógusokból álló tánccsoport készült fel, és az azóta is hagyományként minden évben egy új táncot adnak elő. Ma mi lesz a nyitó tánc, és hogy készültek rá, hogy készült, kikből áll a csapat? Ma a csacsacsát fogunk táncolni, szinte minden évben valami más találunk ki, úgyhogy azért megnehezítjük a saját helyzetünket is, mert minden évben újra-újra kell kezdenünk az alaplépésektől, de egy nagyon lelkes kis társaság van, és van, aki már azóta velünk táncol, mióta elkezdődött ez a hagyomány az iskolában, és vannak ugye újabbak, akik még most csatlakoznak. Folyamatosan frissül ez a kis szülőkből, pedagógusokból, és most egy volt diákunk is becsatlakozott, ezekből álló kis csapat. 10 hétig szoktunk körülbelül készülni, tehát márciusban már mindig elkezdjük, és minden héten egyszer találkozunk és próbálunk, ami nagyon-nagyon jó hangulatú, de ez csak tényleg ennek a táncos kis csapatnak a története. Sokkal részletesebben és sok mindenből tevődik ez össze, mert a szülők, és ebben nagyon sokat változott, önszerveződő módon hozzák a tombolatárgyakat, sütnek sokszor süteményt, nagyon lelkesen árulják egymás között, lelkesítik egymást, árulják a jegyeket, és egymás között csinálják a hangulatot, hogyha tavaly is jó volt, a tavaly előtt is jó volt, minél többen jöjjenek el, és itt egy közös asztalnál már csak osztályokra rakjuk ki igazából az asztalokat, próbáljuk úgy összerendezni, hogy minél többen így odaférjenek. Osztályonként ülnek a szülők, és akkor így kapcsolatot tudnak teremteni, beszélgetnek, és aztán hát persze egy jó kis táncos mulatságba át fog ez csapni majd olyan 10 óra után. És keresik egymás társaságát, keresik a mi társaságunkat, nagyon sok kollégánk itt van, és a kollégáim nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ma ez a nap ugye létrejöhessen, mert egy báltermet varázsoltunk a tornatermünkből, így ma estére ebbe azért nagyon-nagyon sok munka van, de ez mindig is így volt. Tehát alapvetően rituáléban, hagyományában, céljában a bál nem változott semmit ez alatt a 21-22 év alatt. Mindig jönnek lelkes szülők, mindig jönnek újabb-újabb lelkes egyének, közösségek, akik mozgatják tovább ennek a hagyománynak a rugóját, vagy ezt folytatják tovább, ezt a hagyományt. Kicsit tekintsünk vissza azért a Derkóra az önigazgatósága alatt. Az iskola mennyit változott összetételében, növendékileg? Hát növendékileg olyan sokat nem. Elsősorban körzeti gyerekek járnak ide, tehát 6. kerületi gyerekek, és sok a testvérgyerekünk, tehát hogyha az egyik gyereket egy család idehozta, akkor idehoz a 2. és a 3. is, tehát egész családok végeznek itt évek alatt. Hát volt olyan családunk, aki ide járt olyan majdnem 20 évig, mert az összes gyermek ide járt, és amikor 20 év múlva elballagott az utolsó gyermek, akkor azt mondták a szülők, hogy na most ők is elballagnak. Milyen Derkó nélkül az élet? Hiányzik a Derkó, hiányoznak a gyerekek, hiányoznak a kollégák, de azért a nyugdíjas létnek is megvan a maga szépsége, lehet unokázni és lehet mindenféle csinálni, amire a munkás évek alatt nem volt idő. Itt vagyunk a Terézvárosi Derkovics Gyula Általános Iskolában, és itt a fiatalember 2015-ben végzett a suliban, és most mondhatjuk azt, hogy másodbálozó, mert tavaly mint vendég voltál, most pedig táncolni fogsz. Egy pár szót, hogy hogy készültetek, és hogy kerültél most bele a táncos csoportba? A tavalyi bál során megbeszéltük az igazgatónővel, Méri nénivel, hogy részt fogunk venni a táncokon, és jelentkeztünk is a táncpróbák kezdetén az idei táncra. Nagyon élveztük igazából a felkészülést, mert nagyon jó hangulatban telnek a próbák, és reméljük most meg lesz a gyümölcse este folyamán. Te pedig barátként vagy itt, és egyébként közöd van Terézvároshoz, hiszen a Szinyei Mesepál gimnáziumban éppen érettségiző növendék vagy, és most pedig első bálozó itt a Derkóban, és táncos. Hogy készültetek a mai bálra?
Hát igazából próbáltunk minden próbán időben ott lenni és jelen lenni, odafigyelni, koncentrálni, de tényleg nem volt nehéz és nem volt egy teher, mert nagyon jó volt az összes próba, nagyon sokat nevettünk együtt, teljesen befogadtak minket, így, hogy újoncok vagyunk, és igazából szerintem ez egy nagyon jó élmény volt nekünk. Egy pár szót a Derkóról, hogy milyen emlékeit fűznek ide, és miért szerettél ide járni? Hát igazából nem tudom egyáltalán egyik iskolához sem hasonlítani a Derkovics iskolát, mert olyan családias hangulat, mint ebben az iskolában, egyszerűen nem található más iskolában. És ugye ez a környezet, amiben vagyunk, ez egy tulajdonképpen egy villaépület, amiben a felső tagozat jár. A hátsó épület is nagyon pazar, az udvarunk hatalmas, gyerekeknek hatalmas terük van mozogni, és nagyon szerettem. Tanárok, egyszerűen hihetetlen volt a tanári kar, úgyhogy minden nap élmény volt bejönni, nagyon szerettem. Nagyon megérintett a ballagás utolsó pillanata, akkor törött el a mécses nálam. Felszoktam tenni a kérdést, hogy Dunabogdány? Dunabogdány, igen. Egyszer jutottunk el a Derkós éveimmel a Dunabogdányba, 5. osztályban. Hát ott is a csocsó partiktól elkezdve a foci parti, kosárlabdák, minden igazából nagyon maradandó élmény. Strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her song, killing me softly. Hát Balázs a sztár Terézvárosban, de most a Derkóban biztosan. 15. alkalommal lépsz föl itt a Derkóbálba, hiszen 15 éve vagy itt a Derkóban. Milyen ez az iskola? Miért szereted ezt? Nagyon szeretem az iskolát. Az, hogy sztár vagyok, az egy kicsi túlzás. Próbálom jól érezni magamat, vagy éreztetni magam, másokkal magamat. Azért szeretek itt lenni és a bálakon fellépni, mert a szülők, nevelők egymás között egy kötetlen, fesztelen légkörbe próbáljuk egymást, olyan oldalát megismerni, amit eddig még nem ismertünk. És nagyon sokszor csodálkozva néznek, hogy úristen, milyen iskola ez, hogyha ez a portás egy ilyen. Hát szeretek énekelni, szeretem azt, hogyha jól érzik magukat az emberek, szeretek szórakoztatni, nevettetni, és bizony nagy szükség van erre manapság, hogy egy kicsit lelazuljanak az emberek, közelebb kerüljenek egymáshoz. These little town blues are melting away. I make a brand new start of it in Alleluia. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Nézzük, már évtizedek óta ismerlek téged, hiszen a szórakoztatóiparból is, de én nekem mindig olyan fantasztikus, amikor ide jövök forgatni, hogy mindenkit névről ismersz, mindenkinek tudod a szokását, meglátod a szülőt, már hívod a gyereket anélkül, hogy mondaná, hogy kit keres, hogy milyen portásnak lenni. De ezt most szószoros értelemben kérdezem. A portási munkakör, ez egy óriási felelősség. Egy óriási titoknak vagyok én a részese, meg a gyerekek, szülők részéről is. Valóban nagyon-nagyon szerencsés vagyok abban a helyzetből, hogy jó a névmemóriám, az arcmemóriám, és ha már meglátom a szülőt, vagy akár az autóját, hogy oda ide gördül az iskola elé, akkor már tudom kihez kötni. És ez bizony nagyon-nagyon nagy előny, és a gyerekek is, a szülők is hálásak ezért, hogy nem csak egy gyerek a sok közül, hanem mindegyikhez van valami személyes kötődésem, és ismerem őket, és szeretjük egymást.
És azt sem titok, hogy Terézvárosi vagy, és itt laksz a iskola közvetlen közelben. Szinte az ablakod alatt beszélgettünk. És amikor nem vagy itt, akkor is figyelemmel kíséred. Én biztos vagyok benne, hogy mindig ki kandikálsz, amikor nem te vagy a szolgálatban. Ez így van, akarva, akaratlanul részese vagyok az iskola életének. És ez bizony néha olyan kicsit megmosolyogtató a dolog, hogy kinézzek az ablakon, és már itt vagyok, szóval belecsöppenek az iskola életébe, rögtön tudom felvenni a pörgést, a mindennapi élet ritmusát, és ha az utcán találkozok szülőkkel, gyerekkel, bizonyában nagyon jól esik, hogy szevasz Balázs, szervusz Balázs, hogy vagy, mint vagy, érdeklődnek, rögtön nevemen szólítanak, megismernek, és szinte előre köszönnek, akár fiatalabb, akár idősebbek, persze tegező viszonyban vagyok mindenkivel, és ezzel még soha nem éltek vissza, úgyhogy nagyon jó a kapcsolat köztünk. És akkor gyújtsd be a rakirakirakétát, hozzuk vissza az időn át, a múltunk ringató bölcső darab. Fény a jégen, ragyog fel végre, szeretnék tündökölni még egyszer, úgy mint régen. Na fény a jégen, pár boldog ében, talán még visszajönnek egyszer újra nékem. Hollala! Hagyományteremtő szándékkal rendezi meg az önkormányzat júniusban 6.-6-án a Hunyadi téren az idén első alkalommal a Terézvárosiak napját. A programok délelőtt 10 órától egészen estig tartanak majd. Fellép Szalóki Ági, a Mintapinty, Szandi és Kovács Kati kosúdias előadó művész. Lesz lehetőség sportolni Béles Alexandrával és a Sportponttal, valamint táncolni, dalolni a szintén kosúdias Oswald Marika színművésszel. Ezen kívül lesz dobókockás nyereményjáték, helytörténeti játék, kézműves foglalkozás, kresszpálya. A 6.-6-án született 6. kerületi lakosok előzetes regisztráció alapján a helyszínen ajándékot vehetnek át. Regisztrálni május 31-ig lehet a polgármesteri hivatal recepcióján. Az egész napos rendezvényre mindenkit szeretettel vár Hassai Zsófia polgármester, az esemény fővédnöke, valamint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT. A ZRT a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A részvétel díjtalan, a műsorvezető Paor Lilla. 2018. május 9-e és 11-e között rendezte meg a Terézvárosi Bajza utcai általános iskola az immár hagyományos gyerekhetet. A változatos kézműves foglalkozásokat a német kultúrát képviselő előadók műsorai tették még színesebbé. Vendégek voltak Meringer József és felesége, akik harmonika és énekbemutatóval szórakoztatták a gyerekeket. Emellett számos új információval gazdagították ismereteiket. Egy kedves szülőpár, Bai Zsuzsanna és Vitka Reiner izgalmas beszélgetést folytatott az érdeklődő gyerekekkel német nyelven. Scherzinger Mária bemutatta a bajor hagyományos viseletet, és a német hagyományokról és szokásokról is mesélt. A német nyelvből az első C osztályos tanulóktól kaphattak ízelítőt, mondókák, versek, dalok formájában. A harmadik nap végén sváb táncházzal fejeződött be a háromnapos rendezvénysorozat. A programok mellett láthattak Trabantot, simogathattak német fajtájú kutyusokat, kóstolhattak hagyományos német ételeket és drukkolhattak német bajnoki foci csapatok mérkőzésein. Bajzában most már talán több is, mint 15-20 éve hagyomány, hogy ilyenkor május elején megünnepeljük a gyerekekkel a gyereknapot, és úgy is hívjuk, hogy gyerekhét, hiszen ez egy napnál hosszabb időszak. Ezt a projektet, mikor kitaláltuk, akkor azzal a szándékkal tettük, hogy a gyerekek minél több nemzetnek, népnek a kultúráját ismerje meg, művészetét, hozzátartozó földrajzi dolgokat, és az első ilyen Egyiptommal kapcsolatos projekt volt, amiben azért igyekeztünk tényleg lefedni minden ismeretet. Azóta
azóta sok-sok nemzet és ország sorra került. Az idei évben a Diák Önkormányzat a tavalyi évben már megjelölte a célt, hogy Németország legyen. Ugye minden évfolyamon van egy nemzetiségi osztályunk, és számukra nagyon fontos, hogy mindazt az ismeretet, amit ők megszereztek, azt a többiekkel is megismertessék. Természetesen a Goethe Intézet segít nekünk, a Németek Házával kapcsolatunk van, az ottani pedagógiai referens az, aki segítkezett nekünk népviseletet elhozni és megmutatni. Most jelen pillanatban a népi hagyományokhoz tartozó tangoharmonikás bácsi van a fönti emeleti teremben, de hozzátartozik az Almáspitte, hozzátartozik a Smarni, és hozzátartozik a Trabant is a német kultúrához, tehát tényleg nagyon sok felé próbálkozunk ismeretet nyújtani, és hát ebben a gyerekek kézműves foglalkozás keretében, sportfoglalkozás keretében, hiszen ma zajlani fog egy nagyszabású meccs is, két német csapat jelenlétében természetesen a gyerekeink fogják imitálni ezt, úgyhogy azt gondolom, hogy megint egy nagyon szép projekt fog zárulni pénteken egy nagy táncház keretében. Természetesen ez a program nem jöhetne létre, hogyha a Bajzások Jövője Alapítvány nem támogatná a programot, és az 5-10 pályázaton is sok segítséget kaptunk, hogy ezek a programok valóban színvonalasan megvalósuljanak. Sziasztok, ezen a héten sem unatkoztatok, hiszen egész héten gyermekhét volt, a gyermeknapot ünnepeltétek. Te itt a hátunk mögött lévő kvízeket találtad ki. Hogy készült, és hogy is jött az ötlet? Az ötlet onnan jött, hogy a gyerekhét előtt néhány nappal jöttem vissza Franciaországba, ahol sok kastélyt és várat néztünk meg, és úgy gondoltam, hogy olyan hangulatban voltam, és akkor, hogy miért ne lehetne német kastélyokról, hisz nagyon sok híres kastély van ott is. Aztán meg a többiben apával megírtuk a szöveget plakátokba, és összeállítottuk, a kvízben pedig az osztálytársaim sokat segítettek. Te arra mesélj nekem, hogy milyen programok voltak ezen a héten, és mi tetszett neked a legjobban? Hát nekem a legjobb az hamarosan kezdődik, hogy első és második osztályosok közt lesz ilyen foci bajnokság, negyedikesek és harmadikos és negyedikesek között is lesz 15 órától 16 óráig. Az eddigi kedvenc programom az a nagyon szeretem a kutyákat, és tegnap volt az első emeleten egy német igazi törzsbespic, és azt lehetett simogatni, és nagyon sok mindent lehetett róla megtudni. Meg itt most van egy német Trabant, és most arról is meg lehet nézni a motorháztetőjét, a belső berendezését, a műszerfalát, meg a csomagtartalmat, meg minden, és nekem igazából ezek nagyon tetszettek. Meg egyébként a lányoknak is meg annyi minden program van, például gyöngyfűzés. Szerintem miért fontos az, hogy a gyermekeket is megünnepeljük? Igaz, szerintem a 365 napból 365 a tietek, de mégis az az egy miért fontos? Hát ahogy az anyukákat is megünnepeljük, de a gyermekek, amikor például az ilyen tizenévesek, ők is már, amikor az anyuk már egy kicsit már idősebb, akkor segítik őket, meg mi például mi ágyba hoztuk neki a reggelit, és most a gyereknapról eltérve, és most már rátérve, hát a gyerekek is ugyanúgy élő lények, mint a felnőttek is, nekik is van egy ünnepnapuk, amiket kell ünnepelni. És ilyenkor a gyerekek kapnak cukorkát, egy kis játékot, vagy könyvet, ilyesmiket. Neked eddig mi volt a legkedvesebb gyermeknapod? Amikor a családommal lehettem. Igazából el szoktunk menni rendezvényekre, és ott együtt vagyunk, szóval minden gyereknap így telik, és nekem ez így nagyon jó.
A 90. születésnapját ünneplő Varga Lászlónét köszöntötte Bundula Csaba, Terézváros alpolgármestere május 15-én. Zsófi néni a mai napig imádja a könyveket, fejből mond verset, szívesen énekel barátai körében. Kedvenc hobbija, már-már szenvedélye a rejtvényfejtés, amit versenyszerűen űz, ma is klubtag, és ahol csak teheti, megfejti a kezébe kerülő rejtvényeket. Egy fia született, egy unokája és két dédunokája van. A családnak most is nagyon sokat segít, és világ életében önkéntes munkákat is vállalt. És vállal is. Időnként egy gyermekkórház kisbetegeit látogatja, akiket mesékkel, dalokkal próbál jókedőre deríteni. Mint mondta, szerinte a hosszú élet titka a derű, a humor és az, hogy be tudjuk ismerni, ha hibázunk. Isten éltesse sokáig, jó egészségben az ünnepeltet. Napjainkban számos műfaj létezik a zenében, amelyek közül kedvünkre válogathatunk. Így van ez a görög muzsikában is. A populáris diszkótól a rockosabb metal dallamokig mindenféle megtalálható Görögország zenei repertoárjában. Ezekből a műfajokból hozott ízelítőt a Hunyadi térre az Akropolis Kompánia. A Terézvárosi Nemzetiségi Görög Önkormányzat alelnöke Stefanidu Janula és zenésztársai ez alkalommal is gondoskodtak a jó hangulatról. A népdalokat, valamint a vérpesdítő dallamokat hagyományos és akusztikus hangszereken adták elő. A következő héten bábszínházi előadáson vehetnek részt a gyermeknap alkalmából a térre látogatók. Stefanidu Janula vagyok, a Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Itt vagyunk megint a Hunyadi téren, majdnem minden évben itt vagyunk, de ma egy érdekes produkciót hoztunk a zenekaron túl. Lesz egy ókori görög harcos bemutató. Gyönyörű jelmezekben vannak, körülbelül olyasmi, mint a 300-ak filmből. Úgy néznek ki, és mindenféle alakzatokat vesznek fel. Rohangásznak, dárda, pajzsal. Tulajdonképpen ők táncosok, akik egy ilyen, olyan ez a produkció, mint amikor a cirkuszban bekenik magukat az artisták aranyal, és beállnak egy-egy pozitúrába. Ez egy ilyen bemutató lesz, és aztán ezek a fiúk átöltöznek, és megmozgatják egy kicsit a közönséget élőzenére, a Akropolis Kompánia játszik, és görög táncokat tanítanak nekik. Ez lesz a mai program 10.30-tól 11.30-ig. Hűséges látogatója a Terézvárosi Hunyadi téri zenés délelőttöknek, és én úgy tudom, hogy Görögország rajongó. Igenis, nagyon-nagyon szeretem Görögországot, és nagyon örülök, hogy kifogtam ezt a napot, és nagyon-nagyon tetszett a műsor a Janula művésznőnek. Különösen örülök, a Táncdal Fesztiválból őt már régen ismerjük. Ő fantasztikus volt, és a táncosok is fantasztikusok voltak. Nagyon-nagyon örülök, mert imádom őket. Görög rajongó vagyok, és különösen örülök, hogy ez egy kis hangulat előzetes volt nekem, mert most megyek majd újból Görögországba. Köszönjük, Karisztus Poli! Köszönjük!
kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeken. Egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!